Az alapkőletétel után néhány hónappal az utolsó simításokat végzik ebben a fehérgyarmati üzemcsarnokban. Az 1 milliárd forintos topos forrásból épült létesítmény több mint 3000 négyzetméteres, tulajdonosa pedig az önkormányzat. Az átadást a közeljövőben tervezi a városvezetés, ezt követően kezdődhet a betelepülő cégek pályáztatása. Jelönyt élveznek azok a vállalkozások, amelyek több munkavállalót kívánnak foglalkoztatni, illetve olyan munkavégzést kívánnak az ipari csarnokban megvalósítani, amely jelentős kézi erőt igényel ki lesz írva rá a pályázat, jelenleg még azért nincs kiírva, hiszen a műszaki átadás átvétele zajlik az épületnek. Az épület maga megvalósult, teljes mértékben 100%-ban, egyedül a közművek bekötésével vagyunk csúszásban, tulajdonképpen a gáz és a elektromos áramnak a bekötése, illetve azoknak az óráinak az elhelyezése. Ez meg fog történni egy-két héten belül, és akkor le tudjuk zárni sikeresen az építési beruházást. Az infláció és a megnövekedett energiaárak miatti újratervezés a 2023-as költségvetést is jelentős mértékben érintette Fehérgyarmaton. Az önkormányzat az intézményekkel együttműködve a szigorú takarékosság jegyében a napokban fogadta el az idei büdzsét. A 10,5 milliárd forintos főösszeg jelentős része, mint egy 7,5 milliárd forint fejlesztési célú, a fennmaradó 3 milliárd forintos összeg pedig a működéshez szükséges forrást jelenti. A 2023. évi költségvetés is tartalmaz még olyan összegeket, amelyek az áthúzódó beruházásokat, beruházásokra nyújt fedezetet de természetesen ez már sokkal kevesebb, mint az előző évben. Illetve megjelennek olyan felhalmozású célú bevételek, amelyeket azóta a város már elnyert a top pluszos pályázati eljárás keretében. Többek között két fehérgyarmati útfelújítás top programból, illetve óvoda, központi óvoda építését, művelődési ház energetikai fejlesztését, illetve az élhető települések pályázati kiírásban is sikeresen pályáztunk, és ennek keretében a buszpályaudvar környezetének, illetve a május 14-et ér egy részének a megújítása is meg fog történni az elkövetkezendő években. A gazdaságélénkítést segítené egy új fehérje előállítást végző üzem nyitása a városban. Az érintett vállalkozással komoly tárgyalásokba kezdett az önkormányzat. A gyártás során fennálló esetleges szakhatás miatt ugyanis kezdetben bizonytalan volt az együttműködési szándék. A pozitív tapasztalatokat követően a tervek között szerepel egy fehérgyarmati üzem kialakítása.